Jó reggelt, szeptember 22-e van, kedd és a Móriczok névnapja. A móriczkás viccekkel szerintem kiméljék meg őket a mai napon. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Gulyás József az első vendégünk, akit nemzetbiztonsági szakértőként szoktunk meghívni, de jó reggelt kívánok. Hát volt egy parlamenti ciklus, amikor bizottságban is ült és vezette azt, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nagy politikai rutinnal emlékezik arra, hogy hogyan zajlik egy parlamenti vita. Mit szólt a tegnapi vitanaphoz? Hát az nem is vitanap volt igazából, persze, csak vitává fajult. Hát amilyen mederbe zajlik a vita a magyar parlamentben, ahhoz nehéz jó szívvel hozzászólni. Én azt gondolom, hogy a kialakult helyzet a menekültek kapcsán, illetve a iszonyú, Európát valóban iszonyú más alá helyező migráció kapcsán, az nagyon alkalmas arra, hogy olyan problémákról elterelje a figyelmet, amelyek egyébként kellene, hogy foglalkoztassák a közvéleményt vagy a politikusokat. Ehelyett erről a kérdésről van szó hangsúlyosan, ami részben érthető, mert ilyen kihívással Magyarországnak és az Európai Unió tagállamainak nem kellett szembenézni az elmúlt évtizedekben. Ezzel együtt egy hiszterizált vita zajlik, erősen manipulált vita, és félek, hogy ami ezzel a vitával együtt jár, az tartósan velünk marad. Magyarán a magyar társadalomnak az egymásnak feszülése, mély megosztottsága, az a szekértábor harc, ami lényegében a 90-es évek második felétől beállt a politikai térbe, az még mélyebb szakadékokat kap most ezzel az üggyel, még mélyebbek az árkok, és egyre lehetetlenebb a párbeszéd és a kommunikáció a különböző oldalak és szereplők között. Ezt tartom az igazi problémának. Azért kezdtem azzal, mi történt el a parlamentben, mert az összes újság címoldala gyakorlatilag ezzel van tele, még hogyha a parlament szó nem is szerepel a címoldalon, de az összes idézet gyakorlatilag innen van. Orbán elkeríteni Európát is, ezt emeli ki a Népszava, ott egy felvetésre válaszolt Orbán Viktor arra, hogy mi lesz a világgal, mi lesz Európával, hogyha mindenki kerítést épít, mint Magyarország. Erre ő azt mondta tegnap a parlamentben, hogy igen, mindenkinek kerítést kellene építenie most Európában. Magyarország egyrészt a saját határait sem tudja egyelőre elkeríteni, és látható, hogy a kerítés ugyan bizonyos pontokon lehet visszatartó erő, de nem oldja meg a problémát, sőt, ugye máshol jönnek be azok, akik be akarnak jönni Magyarországon, vagy Magyarországon át akarnak menni még inkább. Ez nem jó válasz, az viszont abban igaza van, és erre az igazságra rájátszik, hogy az a migrációs nyomás, amelyik most elérte Európát az elmúlt hónapokban, az fenyegető, mert megoldatlan helyzeteket állít elő. Tehát én azt gondolom, hogy miközben itt egyenlőre több százezer bevándorlóról vagy menekültről kell beszélnünk, amely egyébként, hogyha erre fölkészültek volna az Európai Unió tagállamai, akkor még egy kezelhető mérték lett volna. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy emögött a nyomás mögött újabb tömegek szándékoznak elindulni, vagy elhagyni a hazájukat, vagy kényszerülnek menekülni. Hát általában Szerbiában tegnap 10 000-en léptek be Macedónia felé. Tehát, hogy ez megállíthatatlannak látszik egy kerítéssel. A probléma az létezik, ugyanakkor közös válaszok egyenlőre nincsenek, vagy jó válaszok. Én azt gondolom, hogy a válasz nagyjából hasonló kellett volna, hogy legyen, de hónapokkal ezelőtt, mint amiről most Németország beszél, vagy hogy Németország cselekszik. Tehát, hogy egyrészt nem fizikailag próbálja meg föltartóztatni a menekülteket drasztikus módon és kerítésekkel, meg pengeélekkel, hanem olyan pontokat létesít, amelyek alkalmasak arra, hogy az országba belépőkkel kommunikáljanak, regisztrálják őket, fölmérjék azt, hogy valóban menekültek-e, vagy olyanok, akiknek a befogadása nem indokolt Németországba. Hagynak maguknak kellő időt arra, hogy megvizsgálják ezeket az egyéneket, családokat, keresik a megoldást arra, hogy akik ott maradnak, azokat hogyan integrálják be a német társadalomba, hogyan helyezzék el őket, és mindaddig, amíg Németország területén vannak, függetlenül attól, hogy később kitoloncolják-e őket, azokat civilizált körülmények között tartják. Volt egy a belügyminiszterek számára tartott előzetes megbeszélés, és lesz ma egy belügyminiszteri találkozó. És ugye ma az hírlik, hogy nem lesz közös ajánlás a kvótarendszerre,
és nem is próbálja átnyomni ezt Brüsszel a belügyminisztereken. Kicsit előre megyünk, és már láthatjuk azt is, hogy akkor miniszterelnöki találkozón holnap. Itt Orbán Viktor azt mondta, ezt a Magyar Nemzet emeli ki, hogy Európát is védjük a fallal, és hogy hajlandók vagyunk a kvótarendszerbe, ha erre van egy közös akarat, mégiscsak beszállni. Ez nekem két különböző gondolkodásmód. Ez két különböző gondolkodásmód, és az nagyon nagy baj, hogyha nincs gyors megállapodás a tagállamok között, nagyon nagy baj, hogyha ha nincs egyértelmű válasz erre a helyzetre. Ráadásul azt gondolom, hogy ez a probléma már kezdettől fogva messze túlnyúlik Európa határain, tehát külön feszíti ezt a kérdéskört az, és bonyolítja a helyzetet, hogy az Európán kívüli vezető hatalmak, országok között nincs érdekazonosság ebben az ügyben, sőt, bizonyos értelemben rájátszanak erre a helyzetre. Egyeseknek tehát amikor ez azt kényelmes. Mondja Orbán, hogy a fallal védjük meg Európát, közben hajlandó bizonyos körülmények között belemenni ebbe a kvótarendszerbe, amire korábban azt mondta, hogy ez hülyeség, és ebben Magyarország sosem fog belemenni, akkor ez nem kettős beszéd? Ez kettős beszéd, de az egész ügyben folyamatosan kettős beszéd zajlik. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor azt ismerte föl, hogy a 2014 őszi támogatottság megrendülés után valaminek történnie kell, és szerintem ők a tél fordulóján nem erre a helyzetre készültek pontosan, ami most szembe jön, vagy arra a menekült áradatra, amelyikkel most szembesültünk, hanem ennél egy visszafogottabb, kezelhetőbb mértékűre. Akkor, amikor egyébként meghirdette a nemzeti konzultáció fedőnév alatt ezt a kommunikációs kampányát, amivel hát rendesen igyekezett a magyar társadalom közvélemény egy részét ellene hangolni. Az akkor még egyébként méreteit tekintve és eredetét is tekintve teljesen eltérő menekülteknek a mozgásán. Na hát ez már a szakterülete. Honvédeink is járőrözhetnek majd a határ déli szakaszán, ugye ezt fogadta tegnap a parlament, illetve van egy idézet a Magyar Hírlapban Szijjártó Pétertől, hogy közös európai erő kell a görög partok védelmére. Mennyire reális elképzelés ez? Egyfelől az, ami a honvédséget illetően történt, a magyar katonákat illetően, az egy lehetséges válasz, és akár jó válasz is, hogy hát egy egyeztetett fellépés szükséges, nem csak a rendőrség, hanem a honvédség részéről, mert lehet olyan élethelyzet, amikor ez szükséges. Ugyanakkor, ahogy ezt bevezette a magyar kormány, az lényegében a jogrendnek a félretolásával történt. Tehát előbb kezdték el bemozgatni a katonákat, sem mint hogy ennek a jogi feltételeit megteremtették volna. A másik, hogy... Ez miért nem zavar senkit? Most ne arra ugyan, hogy közbevágok. Tehát sem a saját parlamenti képviselőket, sem az ellenzéket. Tehát nem azon rugózik az ellenzék, hogy hogy kerül oda a hadsereg, és milyen felhatalmazás alapján járőröznek a határon ezekkel a páncélozott hammerekkel és hasonlókkal, hanem egészen más dolgokon. Az ellenzékből is volt, aki ezt szóvá tette. Kétségtelen, hogy az ellenzéknek nincs ereje ahhoz, hogy bármit, amit szóvá tesz, az megálljon, vagy előtt mutasson. Tehát lényegében 2006 óta van egy olyan megrendülése a Fidesz-szel szembeni térféren, nevezzük most leegyszerűsítő módon baloldalnak, egy olyan hitelességi vesztesége, ami okán nincs akkora tábor és mozgósító erő benne, hogy érdemben tudjon. A Jobbik meg egyetért, ugye? A Jobbik meg tisztában van azzal, hogy ebben az ügyben Orbánnak lényegében 4/5 van, mármint abban, hogy a menekültekkel szembeni félelmek, szorongások, fenntartásokra rá lehet játszani. A közönségben ennek van egy erős többsége, és keresik a jó hívószavakat. Én amikor azt hallom, hogy hol terrortámadásról beszél, először csak a egykori állambiztonsági tiszt, aki nemzetbiztonsági volt tanácsadóval szakértőként, egyébként nyilván a szakmájhoz értően megnyilatkozik, aztán utána ez átemelődik a szélesebb nyilvánosságba, illetve a politikusok is erről beszélnek, hogy Magyarország támadás alatt van, lázadás van, miközben még nem volt érdemi konfliktus a határon, már lázadókról beszélt akár a miniszterelnök, akár mások mert is. Mert nem működnek együtt. Akkor az volt a magyarázat, nem adnak új lenyomatot, lázadnak. Ezek a dolgok egymásra épülnek, miközben az a folyamat, ami zajlott menekültügyben, abból a magyar hatóságok
és most egy fél mondatot engedjen meg. Tehát egyfelől azt gondolom, hogy a rendőrök, vagy akár a BÁH munkatársainak a teljesítő képességét illik figyelembe venni, tényleg erőt megfeszítve tették sokan a dolgokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a döntéshozók, a belügyi vezetés, a kormányzat nem biztosította a feltételeket számukra sem ahhoz, hogy megfelelő szinten szakmai vonalon, vagy szakmai sággal ellássák az a hogy fordulhat elő, hogy más mond a rendőrség, más mond az ORFK? Meg Bakondi úr, meg Kovács Zoltán, a kormány szóvivő, például arról, hogy hogy jöttek át a rendőrök a határon Horvátországból, például arról volt a terrorista, akit elfogtak, kit tekintünk terroristának, teljesen másfajta magyarázatokat és válaszokat kapunk. Ez úgy fordul elő, hogy máshol készül a kommunikációs válasz, máshol gyártják le az üzeneteket, máshol mérik meg azt, hogy mit szeretne hallani a közönség, és máshol kormányoznak, és máshol adnak utasítást. De akkor is az üzenet a hazudnak vele? És kiderül? Azt gondolom, hogy visszaél a politikai hatalom azzal, hogy ezek a hírek, az egyik hír kimossa a másikat. Tehát, hogy igazából nincs egy ilyen egyébként skandalumnak semmilyen következmény, már csak azért sem, mert pár perces hír. Tehát nincs megbeszélve, nincs kibeszélve, nincs napirendre tűzve, nincs egy vizsgálóbizottság felállítva, nem is lehet egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy a parlament mostani keretei között azt remélni, hogy majd akkor az ellenzék vagy valaki kezdeményeznek egy vizsgálóbizottságot, és az letesz egy tárgyilagos jelentést, és ezekről tárgyilagos vita folyik, ennek a feltételei nem adottak. És tulajdonképpen a sajtó is kapkodja a fejét, valóban ez egyik hír, ahogy mondtam az előbb, az fontosabb, mint a másik. Nincs tartósan napirenden mindaz, ami az egész ügy körül valódi probléma. De akkor ezzel azt mondja, hogy hát azt mondanak, amit akarnak, hisz úgyis mindegy, másnapra senki nem emlékszik rá, de valami kis bogarat mégiscsak sikerült van, ott elhelyezni. Tehát az, amikor a Bakondi úr arról beszélt, hogy itt le kellett fegyverezni a horvát rendőröket, vagy fogtunk egy terroristát, ezek a hírek azonnal megpördülnek, átszaladnak, és ehhez ki képest a cáfolatok nem mozognak ilyen erővel. Bakondi úr most mit csinál? Ő egy főtanácsadója a miniszterelnöknek. Ő ezzel vezeti együtt a rendőrséget, a katonaságot ezzel és az, az a látszat valóban, hogy operatív szerepet is betölt. Formálisan ilyet nem tölthet be, de jelen van a megfelelő műveleti pontokon, megjelenik, és hogy ő ott hogyan kommunikál a vezetőkkel, és a miniszterelnök akaratát közvetíti-e vagy sem, azt nem tudjuk. Átvette a belügyminiszter feladatainak egy részét? Nem, hiszen Pintér Sándortól nem olyan könnyű azért elvenni a feladatokat, tehát amíg ő a helyén van, addig szerintem ő a belügyminiszter. Hozzáteszem, hogy ő azért rendesen alá van rendelve annak a kommunikációs játszmának, vagy felfogásnak, ami a politikai irányítás felől jön. Tehát alapvetően, ahogy mondtam, szerintem nem valódi rendőrszakmai, nem valódi nemzetbiztonsági válaszok születtek az elmúlt fél évben erre a létező problémára, hanem a kommunikációs megfelelés, a táborépítés, a tábor egyben tartás volt a legfontosabb szempont. A lapszemle közepette végig is beszéltük mindazt, amit kérdeztem volna egyébként is. Újabb kizárás a Simicska Galaxisban, az előzőről többször fogunk beszélni a mai adás során, mert hogy az M4-es kapcsán kiderült, hogy nincs kartervád, még Magyarországon sem találnak a megfelelő szervek semmi erre utalót, úgyhogy a Simicska Galaxis egyik vesztesége után érek szerint itt a következő, erről is beszélünk majd. Összességében egy záró mondatként a mi beszélgetésünkhöz. Az, hogy kezeli a magyar kormány jelenleg a határon kialakult helyzetet, mondjuk a Horvátország felől jövő menekült áradatot, az mennyire felel meg az Európai Uniós előírásoknak? És mennyire csak szabadulni akarunk a beáramló menekültektől? Ez azért egy bonyolult kérdés, mert valóban jogi hivatkozásokat találhat a miniszterelnök arra, hogy a schengeni határt megvédje. Ugyanakkor az, hogy ezt hogyan teszi, vagy hogyan negligálja adott esetben a magyar jogrendet, vagy hogyan tol félre alapvető humanitárius szempontokat, azok egymással szembeálló dolgok. Tehát részben jogszerűen, részben az európai rendeletekkel, különböző szabályokkal összhangban, részben azokkal ellentétesen, és az európai értékrenddel, vagy nevezzük a
a keresztény humanista felfogással teljesen ellentétes gyakorlatot látunk. Gulyás József, köszönöm szépen!